A romák a magyar szabadságharcból többféleképpen is kivették részüket. Minden nagyobb egységnek, ezrednek megvolt a saját cigányzenekara, amely a csaták idején lelkesítette, pihenések idején szórakoztatta a csapatokat. A cigányzenészek főparancsnoka, Sárközi Ferenc, tiszti rangban szolgált. A korszak nagy cigány muzsikusainak többsége részt vett a harcokban. A muzsikusok közül többen elestek a küzdelmek során. Sok cigány a felkelő seregben honvédként harcolt. Még többen a hadsereg felszerelésével, a puskák, lőszerek, kardok, szúrófegyverek elkészítésével, javításával, ágyuk öntésével segítették a szabadságharcot. Az ágyuk gyártásában az erdélyi Gábor rézöntő cigányok közül vettek részt legtöbben. Vácnál egy zászló aljat őrnagyuk a legveszélyesebb pont ellen vezet. Elszántan indul csatának a dicsek zászlóalj. De az ellenség is megfeszíti minden erejét. Tigrisként vívnak Götz emberei, és az őrnagy belátja, minden embere elvész, ha vissza nem vonul. Jobbra át! Kiáltja az őrnagy. Semmi jobbra át! Zúgás hallik ki a zászlóhajból, és kiugrik egy barna legény, szurony cegezve őrnagyára így kiált. Semmi jobbra át, hanem előre! Az őrnagynak örömsziklák villogtak szemébe. Elkesülten kiáltja, éljen Kossuth, s rohamra vezeti dicső zászlóját. A szabadságharc bukása után megtorlásképpen sok cigányt soroztak be hosszú évekre az osztrák seregbe. Az osztrák elnyomás megtorlás évtizedeiben a cigány muzsikusok voltak a magyar nemzeti érzés ébrentartói. Föld nélküli zsellérként a falusi romák számára keveset jelentett a jobbágy felszabadítás, viszont a szigorú állami ellenőrzés, a keményebbé vált utazólevélrendszer tovább nehezítette sokuk életét.